A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a méhészet, illetve a méz. Szó esik majd a méz jelölési szabályainak változásairól. Nagyon fontos a kínai mézre kivetett dömpingvám kérdése, illetve az a válságtámogatás, amely ebben az esztendőben elérhető lesz, és természetesen beszélnünk kell a mézről, ami nem méz, tehát egy új elv mentén, ami az Egyesült Államokban próbálnak megvalósítani. És hát a vendégem pedig természetesen Antal István méhészmester, szervusz. No, hát akkor kezdjük talán, hogy végre sikerrel járt az az elv, amelynek mentén a mézeket ettől a pillanattól kezdve jelölni kell. Honnét származik, miként készült, mi van benne, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a kínai méz, illetve az összes olyan méz, amely nem üti meg a mércét, eddig korlátok nélkül kerülhetett a polcokra, legfeljebb nem volt rajta, hogy ez magyar méz. Így van. Hosszú idő óta lobbizunk mi méhészek, meg a szakmai vezetés is azon, hogy ezt a fontos kardinális kérdést helyrehozzuk és szabályozva legyen. Mert tényleg az uniós piacok annyira el vannak árasztva olyan unión kívüli mézekkel, és az még a jobbik eset, hogyha a mézről beszélünk, mint a köztudott Kínából eredő hamis dolgok is megjelennek a piacon, és igazából idáig a szabályozás annyit írt elő, hogyha kevert mézekről volt szó, akkor fel kellett tüntetni azt, hogy unión belüli és unión kívüli mézek keveréke. Ez se százalékban, semmilyen formában nem kellett megjelölni, csak ez a két adatnak kellett szerepelni a csomagoláson, a kiszerelésen. És végre sikerült elérnünk az unióban, hogy nyártól kezdve tételesen fel kell sorolni azt, hogy milyen országból származik az a méz, amit belekevertek ebbe a keverékbe, és azt is fel kell sorolni, hogy milyen nagyságrendekben van a kevert mézekben a méz. Tehát arányosítani. Arányosítani kell. Igazából sorrendbe kell tenni, hogy melyik országból származik a legnagyobb százalék, és így lefele haladva a legkisebb százalékkal pedig a végén. És így egy tájékoztatást tudunk adni a fogyasztóknak. A hírekből olvastam, hogy hát nyilván ez ellenőrizhetetlen volt a kínai méz mindenképpen, tehát ez a következő témánk, mert hogy a kínai méz beáramlása az nem csak a magyar méhészetet, illetve tette tönkre, ha úgy tetszik, hanem Nyugat-Európában is nagy felfordulást okozott, hiszen ez rendkívül olcsó volt. És a professzionális nyugat-európai méhészek közül nagyon sokan abba hagyták a termelést, pontosan ezért, de így vagyunk ezzel mi is itthon. Tehát mert ez ellenőrizhetetlen, és nyakló nélkül áramlott be hazánkba, és ráadásul a nagy áruházláncok pedig ezt kihasználták. Tetszik, nem tetszik, azért nem mondok neveket, mert nyilván ez lehetetlen, de valóban így volt. Így van, és nem az, hogy a polcra került egy olcsó méz, és így fogták meg a fogyasztókat, hanem az árában, mire a polcra, mire a vevőhöz került az a méz, az árában szinte ugyanannyi volt, mint a jó méz, csak ott a haszon az valahol a kereskedőknél és az importőröknél csapódott le az a haszon, és gyakorlatilag
a vevők azok semmit nem érzékeltek belőle, csak ugye megpróbáljuk a mi méhészek, megpróbáljuk a fogyasztókat is tudatos fogyasztóvá nevelni, hogy a mi általunk termelt jó minőségű terméket fogyasszák, és ne azokat a termékeket, amit esetleg azoknak a multiknak a polcáról vesznek le, és gyakorlatilag nem tudják, hogy mit kapnak az üvegben. A közelmúltban Brüsszelből érkeztek jó hírek, abban az értelemben legalábbis, hogy próbálkoznak a mézkeverékeket alkotó mézek származási országait feltüntetni, de döntés még ugyan nem született, legfeljebb egy némi előrelépést tapasztalunk. De ugye az Egyesült Államok már kivetette ezt a védővámot, dömpingvám címen, és azt hiszem, hogy Európában is eljön ennek az ideje. Nagyon ott vagyunk, mert hogyha megvizsgáljuk az európai mézpiacot, ha kivonnánk belőle ezt a hamis édes levet, amit igazából nem nevezhetünk méznek, de Kínából származó mézet, ha kivonjuk ebből a piaci környezetből, akkor gyakorlatilag helyreállna a fogyasztás és a termelésnek az egyensúlya, mert akkor egyből a kereslet és a kínálat az teljesen egyensúlyba kerülne, és nem az volna, hogy a mi jó minőség, általunk termelt jó minőségű méznek az árát olyan szinten lenyomják, hogy gyakorlatilag, hogyha mi most tudnánk értékesíteni a mézünket, akkor is óriási veszteséget termelnénk az értékesítéssel. Igen, arról nem beszélve, hogy az időjárás változás is alaposan megviselte a méhész társadalmat, mert hiszen nyilvánvaló, míg 2022-ben az akáctermés azért elfogadható volt, a tavaly már csak a napraforgóra mondhatjuk ezt, a többi minimális, és ez azt hiszem, hogy megviseli a méhészeket is. Hogyne, és most belegondolunk abba, hogy 4 évvel ezelőtt nulla volt az akácméz termése Magyarországon. És ez nem, szóval tényleg ez nem szép, vagy nem túlzottan tragikus képet szeretnék ábrázolni ezzel kapcsolatban, de az, hogy egy akác nulla termést hoz, ez a klimatikus körülményeknek a megváltozásának köszönhető, és sokan nem is tudják azt, hogy például egy akácnak a termése az nem a májusi virágzáskor alapozódik meg, hanem az már bizony a télen megalapozódik. És hogyha egy rossz telet fogunk ki, ami azt jelenti, hogyha most is megnézzük az időjárást napjainkban, hát 20 fok körüli hőmérsékletet mérünk. Ami azt jelenti, hogy megmozdítja az egész vegetációt, beindulnak a növények, és bizony még nincs vége a télnek, még itt igen, azért lesznek kemény fagyok, és az a beindult vegetáció, ez nem fogja átvészelni károsodás nélkül azt a visszajövő kemény hideget, ami még előttünk van a következő hetekben. Igen, hát függetlenül attól, hogy most tavaszt élünk meg, február közepén, ettől függetlenül szinte bizonyos vagyok benne, hogy azért még lesznek hidegek. Így van. Egy fontos kérdés, hogy ugye Nyugat-Európában, ahogy már röviden mondtam, nagyon sokan abba hagyták a professzionális méhészetek közül az ágazatot, elhagyták, és hogy van ez Magyarországon? Hát sajnos ugyanebbe a cipőbe léptünk mi is bele. Nagyon, nagyon sok generációs, nagy tudású méhész volt kénytelen feladni ezt a tevékenységet, vagy legalábbis lecsökkenteni az általuk tartott állományt, mert amíg évekig csak arról beszéltünk, hogy a tartalékok vannak a méhészeknél, és egyik jobb év, másik kevésbé jó, de igazából a méhészek azok mindig takarékos emberek voltak, tartalékoltak anyagi lehetőségeket, amikkel a gyengébb éveket átvészelték, de mai manapság ez már olyan régóta élik a tartalékaikat a méhészek, hogy amikor még csak a 4 évvel ezelőtti akácméz hiányra nézünk vissza, már ott elkezdték felélni a tartalékaikat, és akkor még nem is gondoltuk azt, hogy,
hogy nem is az ökológiai problémák lesznek a legnagyobb problémák, hanem az, hogy a gazdasági problémák. Nem is gondoltunk arra, hogy 2023-24-ben a gazdaság fogja odavágni a méhészeti ágazatot. Miként változott ez idő alatt az árértékarány? Hát borzasztó módon lecsökkent. Igazából, hogyha most elkezdünk azon gondolkodni, hogy jön a mézbe Ukrajnából, jön a mézbe Kínából, jön a mézbe Dél-Amerikából. Ezek mind-mind olyan nyomott áron érkeznek be, hogy ilyen 350 forintért, ami azt jelenti, hogy 1 euró környékén jönnek be a mézek az Unióban. Nekünk az önköltségi árunk egy mézzel kapcsolatban, a legolcsóbb méznek az önköltségi ára, az még nem azt jelenti, hogy abból még a termelőnek is jut, 2 euró vagy 2 eurónál több. Ez azt jelenti, hogy ha 1 euróért megveszik a nagykereskedők a mézet bármelyik piacról, akkor a mi mézünk labdába se tud rúgni. És ráadásul csak csomagolni kell. Így van, és az Unióban beszállítva telephelyre víve a méz ennyi. Ezek azok a vegyes feliratok, hogy honnét származik, csak most már meg fogjuk tudni egyébként. Így van. Bros Péter is arról beszélt, illetve aláírt azt a felhívást, amelynek mentén ugye a gabonák mellett, az Ukrajnából érkező gabonák mellett a méz is szerepelt. Ennek nem tudom, hogy milyen eredménye lett. Hát még egyelőre még nem látunk eredményt. Igazából most, hogyha belegondolunk, a mezőgazdasági dolgozók, a mezőgazdasági vállalkozók egész Európában tüntetnek és hallatják a hangukat. Hát ugyanolyan bajban vannak ők is, mint amilyen bajban vagyunk mi is. Mert amikor arról beszélünk, hogy Ukrajna egy óriási nagy mezőgazdasági ország, de mivel nem tagja az Uniónak, és gyakorlatilag a szabályozások sincsenek olyan mértékig kötelezően nézve rájuk, mint amilyenek mi közel nem tudunk olyan dolgokat alkalmazni, amiket ők simán alkalmaznak. Igen, és ráadásul ugye azt tudnunk kell, hogy az ukrajnai földek, mármint mezőgazdasági területek 80-85, mások 90%-át mondanak amerikai tulajdonban van, és nyilván az amerikai tulajdonú földekre nem vonatkozik az uniós szabályozások zöme. Hát így van, és nemhogy az uniós szabályozások, semmilyen szabályozás nem vonatkozik rájuk, de hogyha csak abba gondolunk be, hogy a GMO-val, GMO-s termékeket is simán tudják termelni, és azt be tudják hozni az Unióba, és olyan mennyiséget tudnak előállítani, amihez nekünk az Unióban közünk nincs, már hogyha hektárra kivetítjük a mennyiséget, a másik pedig nagyon olcsón tudnak termelni. Igen. És nem vagyunk versenyképesek. És akkor nekünk is, méhészeknek oda kell állnunk a gazdák mellé, azok, akik hallatják a hangukat, a mi hangunkat is kell, hogy hallassuk, mert nagyon nagy baj van. Egyáltalán az egész Unióban a mezőgazdasági ágazat nagyon nagy baj van. Igen, hát most már látjuk, hogy Európa szinte valamennyi országában agrárországok, nem agrárországok is ott vannak a tüntetők, lásd Brüsszelben, Olaszországban és mindenütt másutt. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Mint ahogy az is, hogy a Magyar Államkincstár rendelete azért próbál segíteni, hiszen most jelent meg a közlemény január végén a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető válságtámogatásról. Ez mit jelent? Mi a válságtámogatás pénzét mire lehet felhasználni? Az állománynak a jólétére lehet felhasználni. Gyakorlatilag... Jó ez, hogy elindultak egy ilyen irányban, mert ezt a mélyállományt, amit, hogyha a gazdasági viszonyok azt eredményezik, hogy felszámolódnak, nem lehet visszaállítani rövid időn belül. És hogyha nem kapnak segítséget a méhészek arra, hogy ezt az állományt fenntartsák, akkor...
és ez megszűnik. Sok-sok év munkája kell ahhoz, hogy újra az a mennyiségű méh az jelen legyen az ökoszisztémánkban, és újra tudjon dolgozni. Igazából sokan nem is gondolnak arra, hogy a méhállománynak a fenntartása az nem csak a méztermelés szempontjából fontos, hanem a beporzás és beporzó rovaroknak a jelenlétének biztosítása. Teljes mezőgazdaságot lefedi a méheknek a jelenléte. No, hát én bízom benne, hogy azért döntés születik tavaszra, valamilyen döntés, ami azért előre viszi az ágazat helyzetét, hiszen számtalan méhész ismerősöm jelentette be, telefonáltak, hogy ők bizony már abba hagyják, és itt vannak Fejér megyeiek is bőségesen, ami nagy problémát jelenthet. És ami még nagyobb problémát jelenthet, méz, ami nem méz. Ez természetesen máshonnét, mint Amerikából jön. Ugye a termék 80%-a fruktóz és glükóz, 18%-a víz, és az ízét egy sor növényi kivonattal biztosítják. Ez egy zseniális szervvállalkozó találmánya 2020-ból, akinek természetesen egy molekuláris biológus is segített, és ez az a tervük, hogy 10 év alatt kiszorítják a hagyományos mézet a piacról. Igen. No, hát beszéljünk egy kicsit erről a mézről, mert ez mézhelyettesítőként kerül forgalomba, de ugyanúgy fog kinézni, és hát ha Kaliforniában ez a Melibio nevezetű cég ezt elhatározza, akkor biztos már ott tartanak, hogy rövidesen megjelenik az európai piacokon. Hát az valószínű. Hát Amerikában a piac, nem tudom, hogy Amerikában a piac milyen a keresleti oldalról mennyi igény van erre. Igazából azt se tudom, hogy ez a mesterséges anyagoknak a keveréke, persze érzékszervileg lehet, hogy hasonlít, ad egy méz jelleget. De hogy amikor, meg lehet, hogy a piac még el is viseli, de azt kell tudomásul venni, amit az előbb, pár perccel ezelőtt mondtam, hogy a méheknek és a méheknek nem a kettős jelentősége van, egyszer élelmiszertermelés szempontjából, a másik pedig a beporzás jelenlétének szempontjából. Ha még ott még beavatkozunk, és még egy olyan terméket teszünk mellé, ami még lehet, hogy erre nem tudom, hogy erre rá fogják írni az, hogy méz, lehet, hogy erre csak egy fantázia. Itt van egy címsor, hogy mi lesz majd a neve, Honey, tehát a Honey helyett Honey, Oni, és H egy csillag, és Ni neveken kerül elő. Na. Hát ezt nem tudom. De ugye nem méznek hívják. Nem méznek. Ami a probléma, hogy ők meghatározzák, hogy miért is történik. Nézeteik szerint 10 esztendő múltán olyan drága kézműves különlegességnek fog számítani a méz, ami megfizethetetlen lesz Nyugat-Európában is. Uh-huh. És ugye ezt most mindenképpen piacra dobják. Az első körben az Egyesült Királyságban, Svájcban és Ausztriában is. Tehát amikor már Ausztriáról van akkor szó, már akkor már az Unióban. Így van, betették a lábukat. Nagyon nagy probléma lesz ezzel, de igazából, hogyha belegondolunk abba, hogy már itt vagyunk a mesterséges húsnak az előállításának a küszöbén, aztán még egy jó pár élelmiszerünket is mesterségesen akarnak előállítani. Hát akkor így megáshatjuk a mezőgazdaságnak a sírját, és onnantól kezdve, hogyha laboratóriumokban termelik meg az élelmiszereinket, akkor ez már mindennek a vége. Hát ami nagyon nagy probléma ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy mézet nem csak élelmiszerteknek tekintünk, hanem gyógyhatású készítménynek is, márpedig a valódi méznek van gyógyító hatása is, akkor ezt vegyük komolyan, hogy ezt a gyógyító hatást is tegyük oda mellé, hogy nem csak élelmiszerről van szó, hanem gyógyító termékről is. Így kicsit menjünk vissza az időben a tavaly őszig, hiszen nyilvánvaló, hogy általában tavasszal kezdődik a szezon, de hogy a tavalyi évet miként zárta a méhészet itt Fejér megyében, mert azért az egy különleges helyen vagyunk itt a Mezőföld szívében. Így van. Egy
gyenge közepes termésünk volt a tavalyi évben. Még a repce, az, ahogy indul az év, az még meghozta a mennyiséget, a minőséget, és az akác az megint abba a cipőbe esett bele, hogy a tél végén ezek a sávos elfagyások, ami azt jelenti, hogy egyes régiókban elfagyott az akác, a másik régiókban nem fagyott el, és ezért a méhészek is, egyik méhész sikeresen tudott pörgetni, még lehet, hogy 15-20 kilométerre egy más távolabb, pedig nem tudott pörgetni a méhész akászmézet. Az akászméznek a minősége nem volt a legkiválóbb, volt ennél már sokkal jobb minőségű mézünk is. A napraforgó méz, az megint ott voltunk, hogy nem volt a legjobb minőségű. A mennyiség is alatta maradt az elvárt mennyiségnek. Úgyhogy szóval igazából, ha a piaci tényezők jók lettek volna, akkor azt mondom, hogy elfogadható évről beszélünk, de sajnos a piaci tényezők tették veszteségessé, rosszá. És a minőséggel mi volt a helyzet? Hát a napraforgónál a minőség az megjött, azzal nem volt probléma. Igazából a nyárnak a heptikus időjárása, sokáig volt szárazság, akkor hirtelen jöttek meg azok a nyári nagy esők, azok a viharok, ott a mennyiséget ez vetette vissza. És kérdezném, hogy az ágazat meghirdette a különböző akciókat. Tehát itt az iskolákra gondolok, meg számos olyan akció indult el, ami azt hiszem, hogy példaértékű. Ezek beváltották a reményeket? Igazából, amikor a gyerekeket megismertetjük ezeknek a termékeknek a fogyasztásával, akkor úgy gondolom, hogy előremutató dolgot akarunk létrehozni, mert hogyha a gyerekekkel megismertetjük, akkor a jövő generációval ismertetjük meg ezt a terméket. Hát ez a mézes reggeli, ami most azért volt egy nagy rendezvényünk az ősz folyamán, Nagy István mezőgazdasági miniszter úr is tiszteletét tette, és igazából tényleg egy nagyon, nagyon nívós és nagyon jó rendezvény volt. Megmutattuk a méhészeknek az életét, megmutattuk azt, hogy milyen mézeket termelnek a mézek, kóstoltattunk mézet, és tényleg nagyon-nagyon szép napot tudhattunk magunk mögött. Szóval igazából én úgy gondolom, hogy ezek mind előre viszik a dolgainkat. Ezen kívül még rengeteg energiát teszünk abba például, hogy Székesfehérváron van a Szent István Mézlovagrend, aki elég sok előadást, elég sok rendezvényt tartunk azzal kapcsolatban, hogy népszerűsítsük a mézfogyasztást, és kialakítottunk például a Sóstó természetvédelmi területen egy úgynevezett beporzókrétjét, ahol egy kicsikét ilyen közösségi teret próbálunk kialakítani, és ott megmutatjuk magunkat, és tényleg az emberekkel közelebbi kapcsolatot próbálunk kialakítani, amivel még közelebb hozzuk a mézfogyasztást az emberekhez. Folytatódjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm figyelmüket. Kérem, legyenek optimisták, ne feledjék, méh plusz ész, egyenlő méhész. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.